Sokan vágynak rá, hogy a felhők felett repüljenek, és ezzel a látvánnyal találkozzanak. Ez a lehetőség Debrecenből újra elérhetővé válik, mivel a hétvégén elindulnak az első menetrend szerinti járatok a debreceni nemzetközi repülőtérről. Vannak olyan országok, ahol az magyarországi oltottsági igazolványt fogadják el, vannak olyan országok, ahol negatív PCR-tesztet kell felmutatni a beutazáshoz, van, ahol antigén-teszt is megfelel. Tehát egyelőre elég sok fajta azoknak a utazáshoz szükséges dokumentumoknak a rangsora, illetve sora, amivel készülhet az ember. De azt látjuk, hogy egyre több helyen, főleg az Európai Unión belül, egyre egyértelműbb és egyre könnyebb szabályok lesznek. Így a Wizzair is egyre több járatot tud elindítani, nem csak Budapestről, hanem most már Debrecenből is, és örömünkre szolgál, hogy június 5-én Eindhovenben, majd 11-én London Luton repülőterére is újra el tudjuk indítani a járatainkat. Fontos talán az is elmondani, hogy nem természetesen nem csak ez a két járat fog elindulni az elkövetkezendő hetekben, hanem Santorinire is indulnak járataink, Palma de Mallorcára, Larnakára és Tel Avivba is még június folyamán elindulnak a járatok, úgyhogy reméljük, hogy egyre több ember el fog tudni menni Debrecenből is a régóta várt nyaralására. Az utazás során fontos, hogy érvényes iratokkal rendelkezzünk. A vészhelyzet miatt lejárt úti okmányok nem alkalmasak az utazáshoz. A határátlépés előtt új igazolványokat kell készítetni. A jegyfoglaláskor érdemes tájékozódni az adott ország beutazási szabályairól, mivel a belépéshez szükséges dokumentumok hiánya esetén az utast nem engedik fel a repülőre sem. Több dologra kell odafigyelni, mint egy normális évben, mielőtt az ember repülőgépre ül. Valóban ellenőrizni kell, és érdemes egyébként nem csak a jegyfoglaláskor, hanem az utazás előtt egy-két nappal is ellenőrizni, hogy az adott fogadó országban, tehát legyen ez Görögország, az Egyesült Királyság, Hollandia vagy bármelyik másik ország, az utazás pillanatában milyen belépési szabályok vannak életben. Ezek változhatnak, ezek mostanában elég gyorsan változnak, akár hetente is változnak, tehát ha ma megveszi valaki mondjuk júliusra a jegyét, akkor érdemes egy pár nappal az utazás előtt ezt még egyszer ellenőrizni, hiszen lehet, hogy enyhültek a követelmények, lehet, hogy már nem kell például negatív PCR-teszt. Az fontos, hogy aki nem rendelkezik az adott országba szükséges belépéshez előírt papírokkal, vagy dokumentumokkal, azt már a repülőgépre se tudjuk felengedni, hiszen nem fogják beengedni őt az országba, őt vissza fogják küldeni Magyarországra. A debreceni nemzetközi repülőtér Magyarország második legnagyobb repülőtere 2019-ben több mint 600 ezer fős utasforgalmat bonyolított le. Most minden szempontból felkészült az újraindulásra, de továbbra is fontos, hogy a bevezetett egészségügyi óvintézkedéseket mindenki betartsa az utazása során.